Ugye itt most megfordult a dolog, nem mi félünk, ahogy a szép arcában nézzük, hanem hogy a rumba pofáját, mi kezdjen elől félni, mert egyre inkább gyűlik a harag a magyar emberekben, menünk meg aztán végképp, de nem vagyunk indulatosak, hanem konkrétan megmondjuk, hogy lelőjük, mint a szart. Hát nem lesz ezzel baj. És akkor Judit jelezte, hogy itt üzenne valamit. Csányi, Picsányi, Trócsányi, nem tudom még milyenek vannak, a csutik, a felcsutik, a patait. Szokásomhoz híven Csányi úrnak is bemutatkozom, Tóth Judit vagyok. Csak egy pár gondolatot engedjen meg nekem. Ön most ott a melegbe, ha egyáltalán itthon van, biztos mosolyog rajtunk, hogy mi itt kínunkba fagyoskodunk. De el kell mondjam önnek, hogy úgy kíváncsi lennék a gondolkodására, hogy jól érzi-e ön magát itt Magyarországon, a hazánkban, akkor, amikor emberek éheznek, gyerekek éheznek, a bankok miatt már 4000 ember öngyilkos lett, hogy van-e önnek lelkiismerete? Nem tudom, hogy van-e. De utol fogja írni majd, amikor a Jóisten színe elé kerül, és el kell számolni. Úgyhogy remélem, hogy azért vissza fogja kapni azt, amit ön adott nekünk, a magyar népnek. Stadionok épül! Ilyen! Más valaki Csányinak? Hogy menjünk a francba, mi? Igen. Na figyeljetek, akkor annyi büszke vagyok nagyon rátok, szuperek vagytok, hova fagyva, mert most már itt hó is esik, meg ómos eső is, nagyon vigyázzatok az úton hazafele, mert Csányi kerítése az már jeges és fagyos, úgyhogy ott már oda tapad a jég, lehet, hogy az útra is. Fontos, hogy ha lesz érdeklődés rá és kapunk címet a környéken, akkor lesz második gyertya, ugye azt nekem legkésőbb csütörtökig meg kell kapnom ahhoz, hogy még be tudjuk jelenteni, hogy tudjunk második gyertyát csinálni, vidékre meg oldják meg a vidékiek, tehát itt vegyenek példát, hogy menjenek szépen el, és ők ott kapják el a mocskos patkányokat, akik megszavazták ezt a forintosítást, és mondják meg nekik, hogy mekkora hazaárulók. Egyet biztos elkapunk, bár nem vasárnapi gyertyagyújtással, mert annyit még Bonna Zoltán sem ér, hogy külön vasárnap ezért elutazzunk hozzá, hanem majd amikor megyünk Ilonkához 11-én mozgalmi találkozóra, akkor mi is ott megyünk keresztül Dunavarsányon, befordulunk a Kolozsvári utcába, és ott Bonna Zoltánnak a házánál csinálunk egy ilyen jópofa kis demót, amit ugyanúgy kiplakátolunk, és minden egyéb meg lesz, és neki is elmondjuk, hogy egy mocskos patkány, mert vagy nem tudta, hogy mit szavaz meg, akkor azért patkány, mert csak a gombnyomás, vagy bemondták az igent, és azt nyomta, vagy pedig tudta, hát ha tudta, és elolvasta, és még így is azt gondolja, akkor meg természetesen úgy mocskos patkány. Tehát december 11-én 16 órakor hamarosan eseményoldal, és megy a bejelentés holnap után Ráckevei rendőrkapitányságra, biztos nagyon örül nekünk. Köszönjük szépen a rendőrség munkáját, igazán derekas volt, még ha nem is volt hosszú, de legalább jól megfagytunk. Úgyhogy így fogjuk ezt folytatni. Nagy rendezvényünk a következő, az 19-én lesz, amikor végigvonulunk a városon. A héten megy a bejelentés ezzel kapcsolatban is. Meglátogatjuk az idei helyszíneit. Tehát azokat a helyszíneket, ahol jól éreztük magunkat együtt. Úgyhogy mindenképpen örülünk neki, hogy megint együtt leszünk, és így zárjuk be az évet. És ha nem kell tüntetni, akkor nem fogunk már az idén. Köszönöm mindenkinek, köszönöm önöknek is! Érezzétek jól magatokat! Kedden mozgalmi találkozó! Vagy a Gorcs Ferdinándéknál, de ők most nagyon megbetegedtek, holnap tudom meg, ha nem, akkor nálunk lesz. Úgyhogy ezt még körbe fogjuk küldeni a holnapi nap folyamán, hogy hova gyertek. Tehát vagy Ferdinándék, vagy mi a kettő között 15 perc autós út van, aki gyalogjon, annak nagyon fontos, hogy merre felé induljon el, illetve leszálljon el a Hévről Dunaharasztiba. Hajrá! Hajrá! Vesszenek a bankó! Vesszenek!